Nemzetközi szakértőt kért fel a Greenpeace, hogy vizsgálja meg az almásfűzítői vörösiszap tározóban zajló tevékenységet és annak engedélyét. Karl E. Lorber professzor az Osztrák Löbeni Egyetem fenntartható hulladékgazdálkodási és technológiai intézetének igazgatója, igazságügyi szakértő a témában. Professzor Lorber 2011. október 13-án Budapesten ismertette szakvéleményét a Greenpeace sajtótájékoztatóján. Részlet következik a sajtótájékoztatóból. First, the red mud pond number 7. Először is ismeretes az, hogy ez a tározó az 50-es években épült. Az akkori technológia meglehetősen kezdetlegesnek mondható a kockázatok kezelését illetően. Nem az építőket vagy a tervezőket szeretném ezzel vádolni. Egyszerűen ebben a korban máshol sem Ausztriában, sem más országokban nem léteztek még azok a standardek, azok a követelmények, amelyeket ma hasonló létesítmények kialakítása során érvényesítünk. És így aztán az építés körülményeit alapján egyáltalán nem meglepő az, hogy valóban magas kockázatú helyszínről van szó. A tározó a Dunapartján áttéri területen található, hogy földrengés veszélyes területről van szó, hogy a gát nem stabil, és ráadásul ezek mellett az úgynevezett technikai korlátokat sem biztosították. Absolutely water permeable subground. Másrészt az engedélyben leírt aeróbiológiai kezelés az alkalmatlan az itt található anyagoknak a kezelésére, hiszen azok jelentős részben túlnyomó részben szervetlen anyagokat alkalmaznak, ráadásul a szerves anyagtartalom felhasználásában kifejezetten káros lehet, így az aeróbiológiai megjelölés ez félrevezető, ráadásul semmiképp sem jelenti a napra kész a mai kor elvárásának megfelelő fejlettségi szintet. Ezzel szemben rendkívül kockázatosnak minősül. Németországban egy hasonló eljárás, amelyben a szerves és szervetlen anyagokat, veszélyes anyagokat kezelnek, kevernek, illetve amelyben veszélyes és nem veszélyes hulladékot kevernek hasonló módon, az egyáltalán nem kaphatna engedélyt. Egy másik példával érjek, Ausztriában is csak rendkívül erős törvényi korlátozásokkal merülhetünk fel egyáltalán a lehetőséget. Harmadszorra pedig el szeretném mondani azt, hogy kétség nem fér ahhoz, hogy itt magas kockázatú helyszínről van szó. Természetesen le kell fedni a helyszínt, le kell fedni a lerakott vörösiszap réteget, hiszen a keletkező szállópor az rendkívül veszélyes az emberi egészségre, de az ilyen lefedési eljárás vagy letakarási eljárás során semmiképp sem szabad az ezen a területen létrejött, tehát az aerob komposztáló tevékenység során létrejött talajmasszát használni lerakott védőrétegként, hiszen ez az anyagban szereplő különböző veszélyes anyagok további keveredését és kockázat növekedését jelenteni, tehát kizárólag szennyeződésmentes anyagokkal lenne szabad a védőtakarót létrehozni. Pont is okay, but with unpolluted, uncontaminated material and not at all with this mixed soil-like material of hazardous waste. My analytical laboratory in Leoben, we got 5 samples out of this prism and we made some investigation. És Leobenben a laboratóriumban elemeztünk 5 mintát az itt komposztot hívott anyagból. Az egy jelentés kimutatta, hogy semmi köze ezeknek az anyagoknak a komposztálás során nyerhető anyagokhoz. A szerves anyag tartalma összesen 2-7% között mozgott a vételezett mintáknak, viszont amennyiben szerves anyagot találtunk a jelzett arányban a mintákban, akkor azok viszont jelentős részben magas klórtartalmú szerves halogénezett anyagok voltak. The total organic carbon, that means the organic content, was very, very low. Unfortunately, this... És ezeket a szerencsétlen tényezőket ráadásul nem kompenzálja semmilyen technikai erőfeszítés a kockázat csökkentésére. Nem ismeretes az, hogy a lerakó alatt alsó szigetelő réteget helyeztek volna el. Nem utal semmi arra, hogy a csurgalék összegyűjtésére egy rendszer üzemelne. És nem fették le
felülről a lerakott, az elhelyezett vörösiszap réteget. And another problem, specific problem. Emellett talán még súlyosabb az, hogy a viszkózus nem tökéletesen szilárd, hanem ilyen iszapos halmazállapotú vörösiszap, az tixotróp tulajdonsággal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy nagy nyomás alatt a sűrű viszkózus anyag folyékonnyá válik, vagyis az elhelyezett vörösiszap rétegnek az alján található vörösiszap mennyiség, vörösiszap tömeg az megfolyósodik, folyékonnyá válik és elkezdhet szivárogni, illetve az egész vörösiszap réteget, illetve magát a gátrendszert is a jelenlévő folyadéknak köszönhetően instabillá teheti. I got a translation of this license and according to this, megkaptam az engedély fordítását, és ebből a dokumentumból az derül ki, hogy 161 veszélyes és 244 nem veszélyes összetevőt tartalmaz az itt elhelyezett hulladék. In my point of view, the term aerobic biological treatment. Az engedélyben szereplő aerobiológiai kezelés, illetve komposztálás kifejezések a jelen esetben mindenképpen félrevezetőek, hiszen itt jelentős mennyiségben, jelentős arányban szervetlen anyagokat találunk, márpedig szervetlen anyagokat nem lehet komposztálni, ezért helyesebb lenne, hogyha az engedély szövegében talajszerűvé, vagy talajanyagá, talajszerű anyagá alakításról beszélnének. I have seen some infrared demographic pictures which had been taken from. Ráadásul a komposztból vett minták infravörös elemzése, azt derül ki, nem folyik semmilyen biológiai folyamat, amelyet a komposztálás folyamatától elvárhatnánk. Ez az eredmény egyébként az előzőben ismertetett okok miatt nem volt meglepő a számomra. A megszokott komposztálási eljárásoknál az anyag belsejében akár 80 Celsius fokos hőmérséklet is kialakulhat. The state of the art for treatment of hazardous waste is the chemical physical treatment and definitely not biological treatment or compostation. Az itt javasolni, hogy felhasználni javasolt eljárás semmiképp sem tekintető fenntarthatónak. Az ilyen jellegű veszélyes hulladékoknak ismeretesen kémiai, illetve fizikai kezelési módozatai, de a biológiai kezelés az nem hoz megoldást és nem fenntartható.